Egyre gyakoribb jelenség az iskolákban, hogy a koronavírussal fertőződött diákokat kiközösítik társaik. A zaklatás gyökerei azonban korábbra nyúlnak vissza. Az iskolai és online zaklatás, azaz a bullying sokkal régebbi jelenség. Ezek alapvetően csoportdinamikai, szociálpszichológiai jelenségek, és a mostani helyzetben bonyolódnak azzal, hogy hozzákapcsolódik egy bűnbakképzés is. Azok a gyerekek, akiket esetleg a közösség bánt, emiatt, hogy karanténba került az osztály miatta, azt gondolom, hogy ez nem most kezdődött. Tehát ennek a gyökere valószínűleg már tavasszal megvolt, már tavaly megvolt a közösségben, tehát azokat a gyerekeket, akiket esetleg kipécéznek, azokat biztos vagyok benne, hogy korábban is bántották. Tehát, hogy valamilyen módon ők áldozattípusak. És vannak olyan gyerekek, akik ugyan karanténban voltak, de nem bántják őket, mert olyan a kortárs pozíciójuk, hogy meg tudják jobban védeni magukat, és ki tudnak jobban állni magukért. Az iskolai zaklatásoknál általában az elkövető, aki bántja a másikat szándékosan, azok általában nagyon népszerű gyerekek, a kortárs orientációjuk nagyon magas, az is benne van, hogy van egy ilyen jó társas pozíciójuk, ő rájuk fölnéznek a többiek, és nekik is vannak gyengeségeik, de a gyengeségeiket nagyon jól tudják kompenzálni. Na most ezzel ellentétben az áldozat típusú gyerek, az milyen? Alacsony az önértékelése, általában peremhelyzetben van, már ugye a testtartásában is kifejeződik, hogy ő egy kicsit ilyen visszahúzódóbb, magányosabb, szociális készségei nem annyira jók, nem tud kapcsolódni, nem tud annyira az érzéseiről beszélni, és ő azért inkább marad egy háttérhelyzetbe, mert nem érzi magabiztosnak magát, határozottnak magát. És valahogy egy ilyen helyzetben, hogy iskolai zaklatás, ezeket a gyerekeket találják meg, mert az ő invédő mechanizmusai nem túl jól működnek, nem tudják megvédeni magukat. A közösségnek, az osztályfőnöknek, a pedagógusnak és az intézményvezetőnek azonban nagy szerepe van abban, hogy egy ilyen helyzethez hogyan viszonyulnak. Emellett az is nagyon fontos, hogy mit mondanak otthon a szülők a gyerekeiknek. Ha a szülők részéről van egy ilyen hibáztató attitűd, akkor ez nyilván felerősödik, és sokkal, sokkal mélyebben beszűrődik a gyerekek szintjére. Tehát a szülőnek is van felelőssége abban, hogy mit közvetít a gyerekeknek, gyerekeiknek, hogyan próbálja ezt a helyzetet magyarázni, értelmezni a gyereknek. Tehát nagyon sok beszélgetésre lenne szükség otthon is, hogy a gyerekek jól értelmezzék ezt a helyzetet. A probléma viszont ott van, hogy most a szülők is jobban elveszettek, és egy nagyon más dinamika van, mint tavasszal volt. Tavasszal ugyanis a helyzet mindenki számára teljesen új volt. A legtöbben nagy szabálytudattal álltak bele az első hullámba, próbálták kialakítani, hogy hogyan is kell helyesen viselkedni. A második hullámban az a nehezebb, szerintem, pszichológiai értelemben, hogy elfáradtak a gyerekek is, elfáradtak a szülők is, és nem tudunk igazából olyan megnyugtató válaszokat adni, hogy ez meddig tart. Tehát nekünk is felnőttként nagyon nehéz a szerepünk abban, hogy mit mondjunk a gyerekeknek. Azt a bizonytalanságot, amit ők megélnek, megélhetik szorongással, tehát lehet egy ilyen szorongató állapot, otthon is, meg az iskolában is. És amikor ez így összeadódik esetleg, hogy nem tud jól sem a család megküzdeni ezzel a helyzettel, sem az intézményben nem kap esetleg a gyerek olyan támogatást. És itt nem feltétlenül a pedagógusoktól, tehát azt gondolom, hogy a pedagógusok próbálnak ebben a helyzetben megnyugtató válaszokat adni, miközben ők maguk is egy csomó bizonytalanságot élnek meg. A tanácsadó szakpszichológus elmondta, hogy van egy alapszorongás, ami meghatározza a társadalom pszichés jóllétét, amit az egymásra való ujjalmutogatás tovább súlyosbít. Ez a komplex jelenség nagy hatással van a kapcsolatokra. Több helyen vált már bizonyossá, hogy lehet erősítő, támogató és összefogó ereje is. Ha azonban elindul egyfajta bántalmazás, akkor szorongó, bizonytalan érzés hathatja át az intézményi légkört. Egy jó pedagógus azonban képes ezeket a szociálpszichológiai jelenségeket egyensúlyban tartani.
Ha érzékeli, hogy egyes gyerekeket bántás, beszólogatás vagy kirekesztés ér, és időben közbelép, akkor egy jó közösség alakulhat ki. A szülőkön, a pedagógusokon és az intézményvezetőkön is van tehát felelősség. Fontos, hogy ráirányítsák a gyerekek figyelmét arra, hogy amire a leginkább szükség van a jelenlegi helyzetben, az a kötődő kapcsolat.